Súlyos sérülése miatt nem indulhatott a Svédország világbajnokságon 2018 legjobb magyar férfi alpesi síversenyzője, aki térszalagszakadást szakadás szenvedett egy januári műlesikló versenyen Zágrában, a tavalyi olimpián műlesiklásban a 30. Kékesi Márton a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! Mi történt ezen a Zágrábi versenyen, amiért és amilyen körülmények között szalagszakadást szakadás szenvedtél? Egy szóval nemzetközi versenyen voltam, és hát Elég jó formában voltam már akkor, mert hát ugye a világbajnokságra készültem, a világkupákra is, úgyhogy, és a főszámomba, a slalom nekem a főszámom, el szoktam indulni lesiklásba is, ami egyébként sokkal veszélyesebb szám, 140-nel siklunk lefele ugratások, tehát ott van legnagyobb esésveszély és a lesérülés veszélye, és hát nekem sajnos a slalomba sikerült lesérülnem a második utamba. Ö, én még a karrieremben soha nem sérültem le ilyen durván, úgyhogy ö, hát nehéz, hosszú lesz ez a rehabilitáció, de hát ö, nehéz megakadályozni ezt a sérülést a síbe. Önmagában ez a sí nagyon extrém és nagyon veszélyes, Hát mondhatjuk azt, hogy tipikus sísérülés, ami mondjuk az elnök Miklós Editnek is versenyzőkorában többször volt, tehát iszonyatos nyomás alatt van a, a, a Igen, igen, főleg úgy, hogy én úgy érkeztem le a talajra, hogy nyújtott lábbal, és az szintén veszélyes a, a szalagra, nem csak a csavarodás, úgyhogy ez, ez a mozdulat volt az, ami elszakította a kereszt szalagot. Mekkora baj ahhoz képest, amit, amekkora bajok lehetnek egy szalagszakadás esetében, mert hát, ilyen szalagszakadás meg szalagszakadás között is lehetnek persze különbségek? Ö, ez teljesen elszakadt, tehát nem részlegesen, tehát ez pótolni kell egy féliginos térthajlító izomból, és ö, hát a meniszkusz is egy kicsit sérül, de az, az, az tud magától gyógyulni, úgyhogy ö, hát ö, ez egy hosszadalmas időszak. Hát ez 6-7-8 hónap ö, ilyenkor a protokoll szerint, igaz? Igen, több hónapos és én 11 hét után fogom megnőteni a, a térdemet, hiszen ez a szezon már úszott, az biztos, és közben még a és egyetemre járok, aktív hallgatója vagyok, úgyhogy ezzel is kalkulálnom kellett, hogy hogyan időzítsem a műtépet. Igen, erről, erről azért érdemes kicsit beszélnünk, mert azért általában az élsportban a szalagszakadás után ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy rögtön megjelenik a versenyző, és már Mankózik és be van gipszelve a lába, te pedig síelésből érkeztél egyébként, igen, és igen. A, a súlyos sérülés ellenére és a műtét még előtted áll. Igen. Mert hogy két utat lehet választani? Igen. Ez úgy volt, hogy grázba bevittek egyből a kórházba, megcsinálták az emert képalkotót, és lehetett látni, hogy el volt szakadva, és utána jött egy nehéz döntés, hogy mikor műtsem a térdemet. Vagy másnap, vagy hat hét után. Tehát, hogy vagy azonnal kell néhány napon belül, vagy pedig ki kell várni a hat Vagy a, Igen, ez a két opció van, és több orvostól megkérdeztem, hogy melyik a legjobb végeredményben, és hát jobb, ha megvárjuk a 6 hetet, hiszen akkor lemegy a, a gyúradás, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem ott műtöm meg. Ebben az átmeneti időszakban pedig hát, olyan célom vannak, hogy, hogy ha az utánpótlás kér segítséget tőlem, akkor akkor megpróbálok a pályán segíteni, mint technikailag, akárhogy hiszen frissen benne vagyok a versenyzésbe. épp ezért jöttem tegnap haza, épp egy gyerek nemzetközi versenyről. Ahol Tehát mentorálsz most, és segítesz, igen, el, igen. ahol tudsz. 2018 legjobb magyar alpesi sízőjeként, mekkora sok és, és hátráltató tényező számodra ez a kiesés? Hozzávéve azt, amit mondtad, hogy ilyen súlyos élősed nem volt még mindig is ö, féltem, és ott volt a fejemben, hogy... Egyszer eljön a nap. Egyszer, talán eljön nekem is a nap, hogy lesérülök, hiszen ö, hát na nagyon nagy kockázatokat szoktam bevállalni olimpián, világbajnokságon, hiszen én, én, én tényleg bevállalom ezeket a extrém számokat, mint a lesiklás úgy, hogy kevés edzén, edzés ö, ellenébe is. Úgyhogy hát föl kellett dolgozzam a, az első hétbe ezt a, ezt a kihagyást, hiszen tényleg nekem az életem a, 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 a si versenyzés és a verseny, versenyzés, úgyhogy de hát ezt feldolgoztam, és, és még fiatal vagyok, úgyhogy biztosan visszajövök, és, és még úgy érzem, hogy nem vagyok a karrierem csúcsán, úgyhogy hát egy olyan térdet kell nekem most ezt rakni, ahol el tudom élni a csúcsot még. Tehát Pyongyang után jöhet majd a Pekingi olimpia, ez a célkitűzésed, azon kell-e változtatnod most már egy ilyen sérülés után, hogy tavaly az olimpián 30, illetve 42. lettél lesiklásban, óriás műlesiklásban, mint mondtad, a slalom a főszámod, akkor a legnehezebb lesiklásból vissza kell majd venni? Ö, igen, igen, én, én nekem annak a terve, hogy inkább a technikai számokra áttérek, hogy ne kockáztassam annyira magam, hiszen a gyorsasági számok azok segítenek a technikai számokban, hiszen a bátorságérzet, a síkontroll, tehát sok mindent át lehet adaptálni a gyorsasági számból a technikai számra, úgyhogy biztosan fogok indulni gyorsasági számokban is, de, de megmarad a szlalom nekem, mint főszám. Decemberben Trentóban, Szalomban harmadik lettél a nemzetközi versenyen. Mire lehettél volna képes szerinted egészségesen ezen a mostani svédországi világbajnokságon? Én ö, nekem Számoricba 2017-ben sikerült dekvalifikálnom magam a legjobb 25-be a kvalifikációs versenyen, és így ö, én voltam az első, aki kvalifikációs úton jutott, juthattam tovább a főfutamba. Ezt szerintem idén is ment volna és a főfutamba szerettem volna, vagy vagy tudtam volna, én, én szerintem biztosan jobban, jobb eredményt tudtam volna elérni a, az előző világbajnoksághoz képest. Hírszerhez, ha a legjobbhoz, jelenleg legjobbhoz hozzá kell hasonlítani, ott voltam négy másodpercre tőle tavaly, ezt négy alá szerettem volna levinni, van három másodperc környékére, 10%-on belül, 5% környékén. Uh -huh. Most így már nézőként mit vársz a többiektől a VB magyar versenyzőitől? Nagyon tehetséges és jó sízők vannak ott kint és hát szerintem nekik is esélyes a kvalifikáció, hiszen egy valaki biztosan megy, mehet a főfutamba a legjobb pontos és hát biztosan nehéz lesz nekik, mert ezek a pályák, ezek jegesek, meredekek, tehát ne nehéz feladatuk lesz. A hírek szerint az alpesi sízők javarészt hitelből készültek a világbajnokságra. Ez rád is igaz volt? Igen, ez rám is igaz volt. Ö, ugyebár a magyar sízfőnötség egy kicsit összeomlott, mert belső politikai viták voltak. Egyén és szólva is. Ennyi és már rég szóval. régóta, igen. És már régóta ez. ez és ez szerintem nagyon is kiadt a versenyzőkre, rám is kiadtott. Én, hát nem nagyon tudom azért önköltségesen ezt finanszírozni, egy-két tábor tudtam, úgyhogy nem is voltak meg nekem azok a, a sínapok nyáron, így hát, hát a szponzorokra kell, hogy támaszkodjak, ami, ami a, a, az sincs olyan sok, úgyhogy hát ezt jövőre a következő szezontól egy, egy, egy háttérrel kell megint elkezdjem, mert az olimpiáig nagyon jól ment a felkészülés, egy nagyon jó síszövetség működött, és hát remélem akárki fogja vezetni a síszövetséget, marad Edith, biztosan kell nekik is idő, hogy helyre tegyék a, a programokat, az edzőket. Hát meg azt, hogy jöjjenek a pénzek, mert hogy azért a, a nagyságrendet lássuk, hogy egy felkészülés büdzséje mit jelent egy világbajnokságra eljutó versenyzőnek, azért illusztráljad nekünk számokkal. Hát ugye egy nap egy edzői meg szállással együtt síbérlet, a síbérlet Svájcban rengeteg, biztosan 200 euróra kijön egy nap, tehát uh -huh. amit nekem ki kéne adni. Ugye a síszövetség általában fedezi az edzői költséget és a síbérletet, de a szállás nekünk nem tudta fizetni, az úti költséget nem tudta, és hát a szállás az, az nagyon drága általában ilyen országokba edzés lehetőség, tehát itt több ezer euróról van, van szó. Mellesleg a felszerelés is. Az, én abban szerencsés vagyok, hogy egy felszerelés szponzorom van, felszerelést kapok most már, de egy, egy sí az 1000 euró egy versenysí a boltba. És támogatja Miskolc tavaly a város sportolójának választott sízőjét? Ö, kaptam a kitüntetéssel ö, 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 támogatást, de megállapodott szponzor vagy támogatást nem, nem kapok. És azt mondd meg végül, mert a végére értünk, hogy mikor térhetsz vissza, tehát a következő szezonban hogyan tudsz majd bekapcsolódni, terveid szerint? Van A-meg B-terv, gondolkoztam tervekről. Lehet, hogy elkezdem, gyűjtök most egy kis pénzt, és szponzorokkal próbálok több szponzort keresni, és lehet, hogy az lenne a legjobb, hogy elkezdeném a szezont Dél-Amerikába, hiszen amikor itt van nyár, ott tél van, és be tudom hozni a versenyidőszakot vagy egy kis kitolással, egy kicsit el lesz csúsztatva a szezonom. Nem decemberben fogom elkezdeni a versenyzést, hanem januárba vagy februárba, de utána még február-márciusban is vannak világkupák nemzetközi versenyek. Úgyhogy hát vannak ilyen több terveim. Nos, szépen. akkor jó, jó gyógyulást kívánunk neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen.